Gyula kastélyaóban. Nem tudta hadfelé osztani az üres szívét apám. Apa volt, de nem volt szülő. Neki mindegy talán. Egy otthonba dugott, hogy vigyázzanak rám, dobogókön, szép kastélyban, ami az erdőben áll. Rablócsendőrt játszottunk, meleg volt, a koszt is jó, esténként mesélt nekünk a televízió. Lágy zene szólt alvás előtt, gramofon, nem rádió. Jó hangos volt, és nagyon gyengéd az ill szilenció. Szánkó csengőkkel télen, úgy, mint a mesében. Hattyú a tóban, kastély a hóban. Egy tanáromban felismertem, jaj, a tigris helyett a kecskét, mekegni kezdtem neki, ha kérdezte a leckét. Poétának készült, rajtam úgy töltötte kedvét, hogy a forró kályhán szavaltatta a nagyköltő versét. A házirend szerint a jó gyereknek mézes kalácsház jár, botos róka a rosszabbaknak, a lókötőknek frász. Megléptem az első héten, mert nem bírtam tovább, hogy a gép kívánjon minden este jó éjszakát.